Orbán Viktor, én is üdvözölni szeretnék. Üdvözölni és gratulálni önnek, hogy magának köszönhetően gyakorlatilag a széthúzásnak a tökéletes jegye megy. Kimegyek az utcára, legalább háromszor ütközök a maguk mocskos plakátjaiba, miszerint, hogy az MSZP intézte ezt. Igen, köszönöm szépen, hogy az oktatás baszta szét rendesen, oktatás széthúzta. Köszönöm szépen azt, hogy gyakorlatilag nem merek kimenni az utcán félelem nélkül. Köszönöm azt, hogy ránézek a legtöbb emberre, és azt látom rajtuk, hogy depresszív, szomorú, szorong, vagy éppen a gyűlölet folyik az erejükben, és a tekintetük is olyan. Köszönöm szépen, hogy nekem gyakorlatilag semmi jogom magamat megvédeni, és a rendőrséget is hiába hívom, ők süket fülekre találnak. Továbbá köszönöm szépen azt, hogy gyakorlatilag egy fiatal pályakezdő nem talál itt egy rendes munkát se, lévén, hogy maga úgy megszorított mindent, hogy alig lehet normálisan megélni. Köszönjük szépen! És ahelyett, hogy egy retkes stadiont fölépítenél, abból a pénzből mondjuk esetleg fordíthatnád a többi iparra, többi kórházi ellátásra, mivel ez már a szarnak is kevés. Köszönjük szépen, Orbán Viktor! És további jó munkát ahhoz, hogy szétcsessze maga az egész istenverte kormány. Egész istenverte Magyarországot. Köszönjük szépen. Én magyar vagyok, és nem titeket védlek, hanem a magyarországi világot. Köszönöm szépen.